Csolt Ruben különösen ebben a videóban. 26-os busszal Margit szigeten át fogunk menni. Buszsofőrrel. És itt van Krisztián. Sziasztok! Iratkozzatok el Ruben csatornájára, és nézzétek meg az enyémet is. Tömegközlekedés Budapesten rá is. És lájkoljátok ezt a videót. És nagyon jó lett. És akkor egyik buszsofőr ismerősünkkel fogunk menni végállomásig, és hogy akkor végállomáson szeretne akkor egy ilyen beszédet bemutatom, egy ajtózárás gondolom, vagy ahogy alakul. Jó spotting felvételeket fogok nektek mutatni, úgyhogy nézzétek továbbig is. És akkor majd találkozunk a Göncz Árpád városközpontnál, és Margit szigetről is jó felvételeket készítek, amint a buszról is, most már még pár perc múlva indulunk, szerintem egy-kettő perc múlva. Itt vannak ugye az ülések, ebből már kevés busz, ez a Mercedes Citaro, de ugye azért ebből már kevesebb fajta van. De van olyan, hogy fönn a végénél ugye egy ilyen padló van, ilyen plusz padló, amiben fel kell lépni. Ezen most nem olyan van, úgyhogy különböző ilyen Mercedes Citaro típusok vannak. Ez most egy ilyen Citaro. Meg is örökítem őket, mert eléggé. És egyik ilyen a pályaszám, itt mutatja Krisztián, NGC158-as, egy ezt fotózzátok szét. És akkor itt van a gyártó, Mercedes Citaro 0530, én mindig gondolnak eljöttem, hogy O530, akár szó útszégen, a BKV ZRT, 66 ember tud szállítani, 32 ülés van, és egy kerekes székes. Itt vannak ugye a szabályok, ugye a buszsofőrökkel nem szabad beszélgetni menet közben, ugye az nem is szabad eleve. Félre, be is ülök már itt egyébként, mert azért nyilván forgalom az ugyanúgy van, 26-oson. Szóval hát igen. Akkor majd találkozunk a felvételeknél. Egy ajtózáras gyerekek, ezt levideózom. Á, még nem. Most indulunk, skacok. Jó busz ez. Bárki utálja a Mercedes, ez egy jó busz. Igaz, hogy már unalmas, már egész város ellepik ezek a Mercedes buszok, de nagyon klasszak. Ezek a régiek, ezek a kedvenceim tényleg. Jászai Mari tér. Margit-sziget, Margit-híd. Nagy Isten, szép napot! Srácok, kikérdezem Krisztiánt, itt lesz videóba, hogy melyik típust mennyire szeret. Na Krisztián, kapfokkal mi a helyzet? Mond hangosan videóba. Egész jó, én úgy gondolom, hogy azok megérdemelnek egy 8 pontot szerintem. És én szerintem 7 pontot, mert vannak hibák, láttátok YouTube videómat, ez a szép Palatinus. Az a narancsárga csúszda, tudjátok, ami így ilyen i alakban így lefelé megy, szétcseszt a hátamat. A kombinók, ami a helyzet, Krisztián? Nem rosszak, nekem hasonlóak, mint a kapok, úgyhogy én ezt szintén egy 8 pontosra értékelem. TV6000-es semmi helyzet? Hát azok annyira nem vagyok tisztában, úgyhogy arra egy kegyelem 4-est megadhatok rá. 4-es, én a 2-est gyerekek, én a 2-est, mert számtalan videót láthatok, hogy ilyen technikai hibák,
Pláne ez az emelőpadló, ez nagyon rossz megoldás volt. Egyébként a nyikorognak, meg a csattognak, meg ez a, mikor közel állszok, hogy visszanyílik, az oké, csak hogy legyen valami típus, mint az asztom, látszott, hogyha azért nem fogod meg az ajtót, hogy bármi vagy a kafnál, akkor azért nem nyílik vissza. Ez oké, hogy jó, az csak annyi időben telik, mint az emelőpadló felmegy, meg lemegy, meg kinyílik, meg minden nagyon hülyén van megcsinálva. Mert hallottam olyan, hogy majdnem nyíltak is kimenet közben az ajtók, meg ilyen így álltak, ilyen i alakban, úgyhogy én a TV 6000-eseket, azt nem merném mondani, hogy utálom, mert azért utálkozni azért nem utálkozzunk már, azt szerintem nem kifejezetten utálom még, de én nem szeretem a tévéket. Tátrával mi a helyzet, Krisztián? Azt mondom, hogy ez nem rossz, én a kafukat meg a tátrákat nagyon szerettem. Hát én a tátrákkal úgy vagyok, azért szerettem meg egy kicsit, mert hogy azért csak az volt, tudjátok, egyébként a világhírűek. Közben pedig itt jön egy Mercedes busz nem sokára. Aha. És akkor, hogy azért tudjátok, az Icarus-i itt is áll 26-os, azért tudjátok, az a Mercedes busz, ez most ilyen világhírű, tudjátok, mert az Icarus is az volt, a trolleybus, a Solaris, ugye egész Európában, villamosban meg a Tátra volt. Úgyhogy sok 40 évig itt szolgál Budapesten, úgyhogy valamennyire megkedveltem, de ugye láttátok a videót, hogy kinyílt menet közben rendesen az ajtó, meg ez a kamupadló, hogy lépsz, és akkor így berezzen egyet. Ez a biztonságtechnika, ez nem tetszik nekem, úgyhogy én a tátrákat sem szeretem annyira. KCB-ben mi a helyzet? KCB-kat, azokat szeretem. Azokat én is, nagyon. De jobban szeretem az ígységet. Hát én nekem a KCB a top 1. Ígységet tetszik, hogy régi. Régebbi, mint a KCV. Régi dolgokat, azokat szeretem. Mármint a KCV 7, tehát nem mindegy, hogy KCV 6, mert ugye az Debreceni. Hát igen, az Debreceni. Hát én azt annyira nem szeretem, mert... És olyan hülyén megy amúgy. De egyébként egy Icarus-os hangulatú egy kicsit. Egyébként a KCV 7-eket nagyon szeretem. Meg a kombinókat. Nekem ez a kettő kedvenc villamosom, a kombinó. A kofra nem merném azt mondani a kedvencem, mert nem a kedvencem az ülések elhelyezése miatt. Neki nagyon jó villamos, én nem is értem, miért fikázzák egy ilyen. Nagyon jó villamos, de nálam nem a kedvenc. Nálam a kombinó és a KCV. Az ígységet is szeretem, csak az ilyen annyira régi már, hogy már se való Budapestre, hogy azért még nem is henger fog. Ja, igen, a tévék és a ígységnél, mi nem is hengerfogantyús az ajtó, tudjátok, ha bármi olyan van, hogy visszanyíljon, akkor így nem egyszerre nyílik, egyszerre záródik az ajtó, hanem így külön-külön, tudjátok, mint a híveknél van még ez, mert bárki egy kicsit megfogja, vagy bármi, akkor egyik oldalra nyitva marad, másik oldalra be van zárva. Úgyhogy, igen, én az ígységben ezt nem szeretem egyébként, de igen, tetszenek, meg szeretem őket. Na, Ganzmávag metróban mi a helyzet, metrókon, mert még a vonatokon végig megyünk, és így ennyi. Buszokról most, az majd. Mi a véleményed? Krisztián? Egyes metróról, Ganzmávag metróról, mi a hely? Azt mondom, hogy az... El lehetne újítani, nem mondom, de... Hát a Ganzmávag megszűnt egyébként, de... Egyébként... Nálam olyan középpont, tudjátok, nem használom nagyon az egyes metró, de nálam olyan annyira középpont, és igen, itt jön egy Tátra. Egyébként szépek nagyon, meg minden, meg a ajtó van, tökre jó. Igen, és akkor itt is jön még egy. Nem így odaérünk az Árpád híthoz, és akkor látom, megengedi nekünk a sofőr, hogy egy ajtót kinyissunk, vagy valamilyen kis... Esetlegesen tárolt hangot. Ja, vagy bármi. Ilyenek. Érdekes dolgok lesznek. Addig is benned közül nem szabad beszélni a sofőrrel, addig is mi szórakoztatunk titeket. Na, asztomokkal mi a helyzet? Krisz? Asztomokkal mi a helyzet? Azt mondom, hogy azért azok jók. Én jó. Amikor megjöttek, akkor új mentem. Inkább a hármassal tudom, hogy sok a hiba, de én szeretem, nem. Hát nálam az asztom, az a Budapesti, a KCV, meg a Siemens, csak a villamosokból a top.
top 1, de nekem az Alstom az egész Budapestnek a tömegközlekedéséből, nekem az Alstom a legjobb, hát annyira szeretem őket, az Alstom annyira komoly. Közben pedig versenyt futunk a Tátrával. Pontosan. Vajon ki ér be hamarabb? Pontosan, és akkor az Alstomokat nagyon imádom. Hármas metróról már mondta, ugye a Krisztián szereti. Én nem annyira szeretem a hármas metrót. El volt stílustalan egy kicsit a megállója. Egyszerű fehér világítás. Meg maga egy metró, tényleg vannak problémák benne. Lassú. Nem szeretem annyira. Na, Stadler Flörtök, kemény a helyzet. Hú, azok a kedvenceim. Én is szeretem őket, jók, tényleg jól mennek, mert minden. Jók a svájci gyártásúak. Nagyon-nagyon komolyak. Lassan pedig ide érkezünk a Göncz Árpád város központ 2-re is. Haha, igen, lesz már 3, meg 4, meg 5 is. Mert a mentő... Az egyik videóból sem hiányozhat? Egyik videóból, hát ja. Sajnos, én nem örülök neki nyilván, mert valami beteget siet. Csak jó hanganyag. De nem azt mondom, hogy reménykedek, hogy jön egy vízi mentőbe. BKV-s autók is tudnak így szirénázni, akkor inkább azokat kívánom. Nem mindegy, ez most melléket, és a svájciak olyan komolyak, szerintem ők a világ legjobbak, tényleg most bármit is. A németekkel azt mondom, hogy nem, mert néztek... Halberstadtok annyira nem. Hát pontosan ezt akartam, hogy a Halberstadtira néztek már rám, MX-a a hívre, az is német gyártású. Nézzétek már rá azért a TV6000-esre, az is német gyártású, aztán mekkora nagy német gyártás mi? Hát, lehet kortól függ, hiszen. Hát kortól is, mert régen nem gyártottak valami jól. Na, régi mánokat sem szeretem amúgy. Azt mondom, hogy a svájciak az első helyen állnak meg. Persze a japánok, itt Európában, itt a svédek. Persze a németek, jól gyártanak a németek, de a svédeket szeretem, és svédek gyártanak nagyon jól. Persze a lengyeleket is szeretem, a lengyelek is nagyon jól gyártanak. Cseheket is egyébként általán kívül tök jó cuccaik vannak. Bézék, az cseh? Cseh. Cseh. Igen, karossza is, azt hiszem szeretem karosszát. Orosz dolgokat is szeretem egyébként. Hát a metrovagon azt nem, de az a trollibusszal utaznék egyet. És akkor már csak utolsó Stadler Kiss-ről mi a véleményed. Be fog zárulni, nem? Stadler Kiss-ekről mi a vélemény? Jó, azt mondom, hogy szerintem ugyanolyan, mint a Flörtök igazából. Azt mondom, a Stadler Kiss-ek is ugyanúgy top 1-ek. És nem a top 1-ek ilyen kötött pályás járművek, villamosból kombinók és KCV-k. Legrosszabb Tátra és TV6000. Persze magam mondja, mindegyiket szeretem egy kicsikét, mert csak jármű a jármű, meg Budapest, meg minden, de én nem annyira Tátrákat kicsit néha egy kicsit szeretem, ha tényleg egy normális állapotú, de amikor tényleg nincs normális állapotú, és tényleg az a rossz illesztésű, meg minden, akkor nem szeretem őket, de egyébként, amikor toborzó Tátra például, vagy ilyenek, vagy jó állapot, tényleg nagyon ritka, amikor jó állapotú, akkor egy kicsit szeretem őket. A TV6000-esekből nincs jó állapotú, egyáltalán nincs jó állapotú, és ezt a BKV is bizonyította. 28-as vonalon, ugye hétvégén mindig azok a járművek mennek, ezt jó tudni, amelyik jobb állapotban van, és hétvégén, ahol hétköznap TV-k és Tátrák járnak. A Tátrák járnak hétvégén, mert azok vannak jobb állapotban, úgyhogy a BKV is bizonyította. Tudják nagyon jól azért a helyzeteket. Biztos, hogy ott a kulisszák mögött, csak hát nyilván ezt publikumban nem lehet így elmondani, és meg is értem egyébként. De 20 percnél maximum meg is állok egyébként. Na de, igen, a Stadler Kiss-ek nekem a kedvencém a vonatokból, ilyen személyről. A legrosszabb nekem az Uzsgik, azokat nagyon nem szeretem. Hévekből ugye, mert csak egy van, MX-A, az MIX-A, hát még a Mix az jobb, azt mondom, jobb. A metró. A srácok, én nagyjából ennyi lett volna ez a videó.
Na most ez volt, remélem, hogy tetszett nektek valamennyire azért. Igaz, hogy csináltunk volna jobbat is, meg lehetett volna jobb is, de nem úgy alakultak a dolgok, a szabályok, amúgy is szabályok. Nem lehet azért senkinek, a sofőrrel sem lehet csak úgy beszélgetni olyan könnyen. Neki is menetrendje van, ez érthető. A fő dolog az lett volna jó, hogyha riport lett volna, de hát én nem ilyen egyszerű, és én meg is értem. De remélem így is tetszett nektek a videó, és a következő videóban találkozunk, és ne arra úgy tudok, milyen hosszú lett a videó, csak ezeket muszáj megbeszélni. Főleg Krisztián ezt a szakértői dolgot, és Budapesten melyik a legjobb jármű. Legjobb típus, így kötött pályásokról mondjuk. Nem tudok, sajnos. Még álmodban is felülnél rá budapesti járművel, legyen az villamos, hép, trolibusz, vonat, metró. Melyikre? Vonat. És nagyobb mely típus? Flörtre. Na akkor neki a flört a legjobb, az egész ország, egész városban neki flört. Nekem az alsztomok, gyerekek, nekem az alsztom. És másodikat nem mondok, tényleg alsztom. De még tényleg talán a kombinó. Nekem nem is köszönök tőletek, sziasztok!